Mégis miért kellenek parkok a városokba? Erre a kérdésre fogjuk keresni ma a választ, hogyha érdekel, akkor tartsatok velem! Egy parknak a legfontosabb szerepe az az, hogy kiszakítson a mindennapokból. És mégis ezt hogyan tudja megtenni? Hát megteheti ezt. Gyerekeknek való játszóterekkel, pihenésre alkalmas zöld területekkel, és megadhatja a kulturális igényekre a választ akármilyen kültéri vagy beltéri kiállításokkal. A lényeg, hogy kikapcsol téged, és kiszakít a mindennapokból. De azonáltal azt érdemes megjegyezni, hogy a parkoknak nem csak ennyi szerepe van, ugyanis a klíma helyzetben is nagyon sok pozitív hatással vannak a parkok. Tehát a parkok közelében, a parkokban és a parkok környékén rengetegszer alacsonyabb a hőmérséklet. Most is itt vagyok az árnyékban, és itt elviselhető legalább a hőmérséklet, nemúgy, mint kinn az utcán. A hőmérséklet a normalizálása mellett van egy olyan szerepe is, hogy ha sok a zöld terület, az a levegőt is tisztítja. Nem csak oxigéndúsabb lesz a levegő, de meg tudja kötni a szállóport is, ami nagyon hasznos, főleg a városi levegőnek a javítása érdekében, ugyanis ilyenkor kevésbé fogsz megfulladni a városi szmogtól. Éppen ezért nyáron sokkal jobb a levegő a városokban, mert ilyenkor a növényzetnek, a leveleknek a szállópor megkötő hatása sokkal erősebb, mint télen, amikor ugye csak az örök zöldeknek vannak levelei. Ezek mellett sokkal kellemesebb egy parkban tölteni egy nyári meleg délutánt, mint mondjuk a helyi betonjátszótéren, és sokkal kellemesebb a klíma. Emellett még az is egy pozitívum, hogy ezeken a helyeken szoktak különböző kulturális eseményeket szervezni. Itt például a Millenáris Parkban, ahol vagyok, itt található a Nemzeti Táncszínház, ami különböző érdekes és változatos előadásokkal várja az ide látogatókat, ami önmagában egy tök jó program lehetőség, de hogyha ez nem lenne elég, állandó és időszakos kiállítások is nyílnak itt mindig. Kapott engedélyt a felvétel készítés? Igen. Kitől kapott, uram, ha kérdezi a Millenáristól kapott már? Millenáris, elég. Jó. De itt van az engedély. Ja, jó, rákérdezzük azért, jó, semmi gond, csak köszi. Ez a táncszínháznak lesz, vagy? Nem, ez... Magán? Hát ilyen magáncélre. Ja, értem. Jó, köszönöm szépen. YouTube-ra lesz. Ja, értem. Jó, köszönöm szépen, uram. Köszönöm az együttműködését. Viszlát. És köszönöm, viszontlátásra. Elfelejtettem, hol tartottam azelőtt, hogy megállítottak. Szóval, a lényeg az, hogy a táncszínházban különböző előadásokkal és programokkal várják az ide látogatókat. Ezek mellett, ami még érdekesebb, hogy itt a Millenárisban vannak kiállítások. Például most a B épületben van az Álmok Álmodói kiállítás, amiről készítettem már egy videót, hogyha nem láttatok, még ide kattintva megnézhetitek. Most pedig, aki itt maradt, annak mondom, hogy nem, tényleg nézzetek meg. Hogyha még itt maradtál, de csak azért, mert már láttad ezt a videót, vagy most átkattintottál és azóta visszajöttél, akkor veled tovább tartunk egy kis felfedező útra, ugyanis a Millenárisról azt érdemes tudni, hogy ez egy cégnek a magántulajdona. A Millenáris Nonprofit ZRT-nek a tulajdonában van, amiből az következik, hogy nyilvánvalóan itt a forgatást is csak engedéllyel lehet csinálni. Az látszik, hogy baromi jól karban van tartva, szép zöldek a fák, a füvek, a növények, tényleg tök praktikusan vannak kialakítva a dolgok, rengeteg a zöld terület, minimális ilyen sétányok vannak, hogy babakocsival el tudjon menni az ember. Ezen kívül nagyon aszfaltozott rész nincsen. Van több játszótér, van több kiállítási rész, van több ilyen érdekesség. Rengeteg pad és különböző füves része, ahová le lehet ülni, le lehet pihenni. Árnyékban, napon vannak napozóágyak, illetve a Millenárishoz tartozik még az út túloldalán lévő park, ez a Szélkapu park. Itt van egy ilyen függő folyósó, vagy valami hasonló történet, ami átmegy az út fölött, illetve ez aztán a későbbiekben elkezd szépen bezöldülni, ahogy beérünk a park területére.
És innentől lesz igazán izgalmas, mert ez egy ilyen függőkert, tehát kilátópontként funkcionál, és itt az árnyékban, ahová mindjárt beérünk, ott lehet a padokon ücsörögni, beszélgetni, randizni, úgyhogy tényleg egy baromi jó találmány ez a függőkert. Itt fel lehet szépen menni a lépcsővel, illetve ott mögöttem van egy lift azzal is, és fel lehet menni egészen tetejére. Amint látjátok, a növényzet az tök jól meg van oldva, rengeteg zöld terület és rengeteg különböző kreatív megoldása a zöldnek, a növényzetnek a felhasználására, vagy a különböző módú kreatív használatára. Ezen kívül van megoldás arra, hogy az energia ellátást is biztosítsák a napelemek által. Következő fontos dolog pedig a víz. A víznek pedig természetesen több szerepe is van. Az egyik az, hogy jól néz ki, úsznak benne a kacsák, nőnek benne a növények. Ezen kívül fontos az is, hogy a párolgásával hűti a környezetét, illetve a párolgásával növeli az esőnek a valószínűségét, tehát a levegőnek a szárazságát is egy kicsit enyhíti. Ezen felül nem csak a kis tavaknak van jelentősége egy ilyen parkban, hanem annak is, hogy lehessen inni, és egyéb kreatív módokon, szórakoztatási, sütési célokból ki legyen használva a víz, mint szórakozási forma, vagy mint praktikus eszköz. A Millenáris szerintem az egyik legkirályabb park Budapesten, itt van a legtöbb lehetőség különböző programokra, különböző kikapcsolódási módokra, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc parkom. Most pedig tovább megyünk a Néprajzi Múzeumhoz, ami részben park is, és ezt majd megértitek, hogyha látni fogjátok. Megérkeztünk Budapest egyik leglátványosabb zöld területéhez. Nemrég nyílt meg a Néprajzi Múzeum felújított változata itt a Városligetben. Mögöttem itt látható rögtön az 56-os emlékmű, illetve már kiszúrhattátok a háttérben. Ez egy görbített zöld terület, tehát ez azt jelenti, hogy a Néprajzi Múzeumnak a tetőkertje ilyen ívesen le van hozva a földszintig középen, így föl lehet sétálni mindkét irányba, ilyen lépcsőn, illetve a fővön is, már hogy itt is szabad szerencsére a fűre lépni. Most itt fölmegyünk, és megnézzük, hogy milyen a kilátás. Itt is van természetesen kávézó, WC, páráztató, föld, valami, sosem tudom ezeknek a nevét, hűsítőpára, padló, vagy valami hasonló. De felmegyünk a tetejére és megnézzük, milyen onnan a kilátás. Aztán átmegyünk a túloldalra is, mert hogy mind a két irányba fel lehet menni. Elképzelhető, hogy nem a legnagyobb átgondoltságra val az, hogy én ide kijöttem a 35 fokban délután 2 és 3 óra között egy nyitott területre, és itt órákig sétálgatok a napon. Aztán látszik is rajtam, hogy folyik rólam a víz, mert elviselhetetlenül meleg van. Viszont ebben segít az, hogyha lemegyek azokba a kis pára cuccokba, és tenne bevegyek egy kicsit az árnyékba és iszok vizet, mert a vízivásra is van szerencsére lehetőség, úgyhogy jól mondjuk hoztam is magammal, de amíg lefelé sétálunk, elmondom nektek az érdekességet erről az épületről, ugyanis ez egy magyar tervezési épület, bár elvileg meg volt hirdetve egy versenyre, és különböző neves építészek jelentkeztek a pályázatra. Ez egy névtelen pályázat volt, de így is egy magyar építésznek a tervei nyerték el a,
a döntőbizottságnak a tetszését. Szerintem abszolút megérte, bár nem láttam a többi pályázatot, de ez egy nagyon jól kinéző és nagyon praktikus épületnek tűnik. Én nekem nagyon tetszik az, hogy külön ki van használva a tetéje, és hogy egy egyedi látképpel rendelkezik, megverik a mentőt. Szóval nekem nagyon tetszik az, hogy ki van használva a tér, ki van használva a formájából adott lehetőségek, ki vannak használva, és szerintem több ilyen épület kéne, ami egyrészt egyedi, másrészt zöld felülettel van borítva, az emberek számára is használható, kihasználható térré alakul legalább egy része. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó épület és egy nagyon hangulatos kis park. És persze, hogyha szeretnétek látni Magyarország legnagyobb héliumos lufiát, arra is van lehetőség. Mögöttem megfigyelhető, hogy láthatóak ezek a filmből kialakított ilyen panelek, amin kortárs művészeti stílusban láthatóak különböző népmotívumok. 20 magyar és 20 nemzetközi motívumot vittek föl ezekre a filmpanelekre robotok segítségével. Többek között venezuelai, kínai, kongói, melanéz, mongol és kameruni motívumok láthatóak az épület külső részén. Most pedig menjünk tovább és nézzünk meg egy olyan parkot, ami pozitív példát mutathat a városfejlesztésben a kerületi önkormányzatoknak. Most jöttünk, az a 13. kerületi vízafogó park, amit a 13. kerületi önkormányzat csinált itt a helyi lakókkal való egyeztetés után. Be is hatolunk ide a parkba. A parkot kevesebb mint 8 hónap alatt hozták létre és készítették el. 2022. március 8-án adták át véglegesen, így a nagy közönség március óta tudja használni a parkot. A terület körülbelül 1 hektáros, így egy hatalmas területen tudták megvalósítani az ötleteket. A park zöldítése során figyeltek arra, hogy tényleg megfelelő mennyiségű zöld terület legyen. 59 fát és 3200 cserjét ültettek ide. Valamint megtalálható a parkban majdnem 20 000 évelő és díszfű is. Az öntözést úgy oldották meg, hogy két talajvízkútból szivattyúzzák fel a vizet, és automata öntöző rendszerekkel öntözik a növényzetet. A park egyik fő attrakciója az a 1,5 méter mély dísztó, ami itt található mellettem, és egy kis híd is van fölötte. A tónak a vízszintjét egy automata rendszer figyeli, és hogyha szükséges, akkor azt az összegyűjtött esővízből pótolják, így sosem lesz kiszáradt ez a tó, és figyelnek arra, hogy tényleg mindig jól nézzen ki, és kellő mennyiségű víz legyen benne. Ott a mögöttem látható pavilonban található kávézó, büfé, nyilvános WC, illetve pelenkázó is, hogyha valaki kisgyerekkel érkezne. A park területén található 30 kerékpártámasz, két ivókút, 24 pihenőpad, 9 nyugágy, 17 kuka, 2 csocsóasztal, 2 pingpongasztal, egy kültéri fitness, sőt még egy futókör is. De nem csak rengeteg sport lehetőség és kikapcsolódási lehetőség van ebben a parkban, hanem odafigyeltek arra is, hogy technikailag is nagyon fejlett legyen a park. Ennek megfelelően a közvilágítás az ledes izzókkal van megoldva. Ezek a ledek pedig kisebb fényerőre állíthatóak, hogyha kevesebben vannak a parkban, vagy éppen kevésbé látogatott időszakról van szó, így spórolhatnak az energián is. Még egy nagy fejlesztés az, hogy az egyik legmodernebb térfigyelő rendszerrel van ellátva a park, így a park biztonságára is oda tudnak figyelni, illetve arra, hogy ne rongálják meg ezt a gyönyörű közterületet. Ilyet viszont eddig még nem láttam,
Ebben a parkban kihelyeztek 3 darab vészhelyzeti segélyhívót a frekventáltabb pontokra, ahol, hogyha megnyomod a gombot, akkor a közterület felügyelethez befut a hívás, és tudnak intézkedni, akár milyen vészhelyzetről legyen szó. Ami miatt szerintem igazán fontosak a parkok, az nem is az, hogy zöld terület, mert nyilván ez az egyik legfontosabb, de az ember lelkének egyszerűen jót tesz az, hogyha ilyen területekre ki tud jönni. Szüksége van az embernek ilyen kis nyugalomszigetekre egy nyüzsgő nagyvárosban, ahol le tud nyugodni, egy kicsit érzi a természetet, és képes egy kicsit ellazítani, egy kicsit kikapcsolni, kicsit pihenni. Úgyhogy ezért olyan fontosak. Egyébként amikor Londonban voltam, akkor azt tapasztaltam, hogy az egész város egy nagy nyüzsgés, és csak amiatt élhető, csak amiatt lehet ott megmaradni akár egy rövidebb ideig is, mert teli van parkokkal, és nagyon jó kis parkok vannak ott. Úgyhogy a legjobb megoldás talán az, hogyha telirakjuk a városokat parkokkal, és akkor lesz hová kimennie az embereknek, kimenekülnie a nagy nyüzsgésből, vagy bemenekülnie a nagy nyüzsgésből egy parkba. Én összességében úgy gondolom, hogy ezekből bőven lehet meríteni a különböző önkormányzatoknak, hogy ilyen zöld területeket, ilyen parkokat hozzanak létre, amik innovatívak és megfelelően használhatóak. Nektek pedig, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt jelezzétek egy like-a, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videóban. Én Benedek voltam. Sziasztok! A videót a 3 királyfi 3 királylány mozgalom támogatta.